Egy Jászjákóhalmai halmai férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy az elmúlt egy évben rendszeresen anyagi haszonszerzésre törekedve értékesített 1000-2000 forint per pakkáron új pszichoaktív anyagot főként helyi lakosoknak. A Jászberényi rendőrkapitányság nyomozói, a Jász Nagykun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóság munkatársainak és a Jász Nagykun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság rendészeti igazgatóság tiszaméségi ellenőrzési és közterületi támogató osztály műveleti egységének közreműködésével elfogták és előállították a jogsértőt a rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként kihallgatták. A nyomozó hatóság a terhelt őrizetbevételéről határozott, a bíróság elrendelte letartóztatását. A nyomozók az eljárás során. 41,7 g, a vegyész szakértői szakvélemény szerint új pszichoaktív anyagot, valamint 0,4 g kábítószernek minősülő növényi törmeléket és a kiporciózáshoz használatos eszközöket foglaltak le, továbbá vagyon visszaszerzési tevékenység keretében mobiltelefonokat, ékszereket és több mint 300 ezer forint készpénzt biztosítottak. A Jászberényi rendőrkapitányság kereskedéssel elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntet, megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást.